Tehát... A mi tudományunk ismerte meg a világot ilyen bonyolultnak. A maga módszereivel. És nem is a valóságot ismerte meg, hanem tehát ami bonyolult, ami szerint tehát amikor azt mondja a tudomány, hogy a világ bonyolult, mert baromiság részeske, meg változó, meg állandó van, ez önmagában tudomány filozófiailag sem állja meg a helyét. Mert azt nem mondhatjuk, hogy a valóság ilyen, vagy a világ ilyen, hanem azt mondhatjuk, tehát a pontos kifejezés, vagy állítás az így hangzik, hogy a valóság, vagy a világ, amikor azt mondjuk, hogy ez ilyen bonyolult, mert ilyen sok részecske, meg ilyen sok állandó van benne, ez nem igaz. Már tudományosan sem igaz. Mert a tudomány, vagy a tudományos világkép a maga sok részecskéjével és változójával nem a valóságra vonatkozik, hanem a valóság tudomány által felépített modelljére. Tehát ez a modell, a tudományos modell rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, hogy bonyolult. Nem pedig a valóság. Tehát itt ez egy alapvető vonatkoztatási. Akkor azt mondod, hogy a tudomány az egy félrelépés? Nem azt mondom, hogy félrelépés, hanem a maga módszereiből kifolyólag ilyen bonyolultan ismeri fel a világot. Tehát egy közelítés. Tehát a tudomány az mindig egy közelítés. Modellt állít fel. És az ilyen bonyolult. De azért ilyen, ezt már csak én mondom hozzá, mert a fizikai szempontból. De azért ilyen bonyolult, mert ez maga a tudománynak a tökéletlen eszközeiből fakad, hogy ez ilyen. Tehát magából ebből a közelítéses módszerből fakad. Erre szoktam mindig hozni azt a példát, ugye, hogy ugye itt van ez a szerencsétlen Mandelbrot halmaz, ugye, és hogyha ezt valaki látja ezt a képet, tehát odaadnád egy tudósnak, hogy erre adjon egy modellt, hogy mondjuk a Mandelbrot halmaz tekintjük mondjuk a világnak, ugye. Erre adjon egy modellt, ugye, hogy ez hogyan jön ez létre. Hát, hogyha csak ugye nem ismeri, hogy ez a Mandelbrot halmaz, biztos, hogy valami itt tudatosan bonyolult képletet vagy algoritmus találna arra, hogy ez hogyan jön ez létre. Miközben a létrejövetelének az algoritmusa az rendkívül egyszerű. Tehát ez a bökkenő a tudomány módszerében, hogy egy nagyon bonyolultnak látszó ugye valósággal néz szembe, amit a maga analitikus eszközeivel elkezd szépen elemezgetni. Csak ez ugye sosem a valóságot írja le, másrészt pedig a közelítéses módszerből adódóan valószínűleg egy mindenképpen sokkal-sokkal bonyolultabb módon írja le a világot, mint az egyébként lehetséges lenne. Tehát ha egy tudós fogja ezt a Mandelbrot halmazt, ugye nem tudja, hogy miért, csak ezt a képet látja, vagy mondjuk ennek egy nagyítását, valamelyik belső nagyítását, hogy arra biztos, hogy egy sokkal-sokkal bonyolultabb képletet adna tudományos módszerekkel, és még az se lenne pontos. Tehát nem valószínű, hogy pontosan ugyanezt a reprodukálni tudná, valami hasonló tudna reprodukálni egy baromi bonyolult képlettel. Ugye miközben a Mandelbrot halmaznak az előállító képlete a gyakorlatilag 5-6 szimbólumból áll.